1938. március 5-én Győrben az akkori miniszterelnök Darányi Kálmán bejelentette a történészek által utólagosan vagy a korabeli sajtó által és győri programnak nevezett programot, ami nem volt más, mint egy 1937-ben a Honvéd vezérkar főnöke Rácz Jenő által megfogalmazott elképzelés, aki azt mondta, hogy a magyar haderőt mint egy 1,7 milliárd pengőből lehetne és kell fejleszteni, mert Rácz úgy látta akkor, és nem bizonyult rossztósnak, hogy 1939-1940-re valószínűsíthető egy háború, és erre az országnak fel kell készülni. Ez az 1,7 milliárd pengő nagyon soknak mutatkozott, és miután Rácz felajánlotta a lemondását, akkor végül is az államfő Horthy Miklós kormányzó hozzájárult, hogy tegyenek valamit. Az akkori pénzügyminiszter úgy érezte, hogy nem lehet megoldani a magyar gazdaság esetében ezt a fejlesztést, illetve ezt a beruházást, mert ez egy komoly beruházás volt az ország védelme szempontjából. Viszont egy kitűnő gazdaság és pénzügyi politikus, Imrédi Béla, aki a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt, azt mondta, meg lehet csinálni ezt a programot. Hozzá kell tennem, hogy Imrédi és Rácz Jenő barátok voltak, vagy családilag is összeálló személyek. És megfogalmazták azt az elképzelést, miszerint Magyarország, mert a gazdasági helyzete lehetővé tette, hiszen ekkorra az előző évnek több mint 22%-kal emelkedett meg a nemzeti jövedelme, hogy 1 milliárd pengőt fordítsanak ne csak a honvédelemre és a hadseregre, hanem az ország infrastruktúrájára és sok minden másra. És 1938-ban meg is született az a 20. törvénycikk, amelyik azt mondta, hogy az ország védelmére, illetve gazdasági, kulturális és népoktatási, népjóléti kérdések megoldására 1 milliárd pengőt szavaznak meg. Ez az addigi költségvetésen fölül összeg lesz. Ebből 600 millió pengőt közvetlenül, hogy így mondjam, a hadseregre, a honvédségre, a maradékot pedig infrastruktúrára, kultúrára, népoktatásra és így tovább. És honnét lehet előteremteni ezt a pénzt? Azt mondták, hogy ez az ország teljesítő képességét mégis azért meghaladná, hogy egyszerre megtegyék, és azt mondták, hogy akkor meg kell adóztatni azokat, akik jelentős jövedelemmel rendelkeznek, és mintegy 600 millió pengőt kívántak ebből ilyen formában beszedni, és 400 millió pengőt pedig hitelekre alapozva gondolták fölvenni, vagy hiteleket gondolták, hogy fölvesznek. És az elképzelésem a haderőre vonatkozott, a Magyar Királyi Honvédségre az volt, hogy létrejöjjön egy 107 ezer fős békehadrendbeli hadsereg, amely három hadseregbe, 7 hadtestbe, 21 gyaloghadosztályba, 2 gépkocsizó dandárba, 2 lovas dandárba és egy repülő dandárba szervezze, jelezze majd Magyarország haderejét, hiszen, ahogy Rácz gondolta, az európai várható, nem várt, de várható háborús események, vagy adott esetben a kirobbanó háború elvárja, vagy előírja Magyarország számára is a fegyverkezést. Az országgyűlés gyakorlatilag gond nélkül elfogadta ezt a törvényt. Ami problémát jelentett, hogy az események más irányt vettek, hiszen a későbbiekből tudjuk, hogy ez a fejlődés, amit, vagy ez a fejlesztés, amit mintegy 5 évre terveztek, ezt a történelem annyiban az értelembe felülírta, hogy a háború előbb robbant ki, és előbb kellett egy komoly fejlesztést indítani, és akkor már nem Rácz, illetve nem Imrédi Béla ezt meghatározzák. És az elképzelések szerint igazán 1942-43-ra fejeződött volna ez a program be, hiszen ugye először volt a Huba hadrend, a Huba 1, a Huba 2, majd a Huba 3. Ez egy kiépített dolog volt. Ami a nagyobb gondot okozta, hogy gyakorlatilag a tervezést követően néhány hónappal mindig jöttek az újabb elképzelések, ötletek, és át kellett tervezni a pénzek felhasználását. Ez viszont egy komoly programnál nem szerencsés, de minden esetre azt kell mondani, hogy ez volt talán a két világháború közti Magyarország, a Horthy korszaknak nevezett időszaknak az egyik legösszetettebb és átfogóbb programja, vagy gazdaságfejlesztési program, mert egyértelmű volt, hogy az az infrastruktúra, amit fölépítenek, az az ország javát szolgálja, gondoljunk az utakra, a vasúthálózatra, és a haderő pedig, amely a trianoni békediktátum után gyakorlatilag az 1930-as évek közepéig nem, vagy igen gyengén volt csak fejleszthető, egy jelentős lökést kapott, vagy kapott volna, és ha ez a program sikeresen végigfut, és nincs a háború, akkor valóban azt lehet mondani, hogy egy megerősödő Magyarországot jelent, de a történelem nem úgy alakult, ahogy egy programba elképzelik, hiszen a történelemben minden esetben mások is közrejátszanak. A dolognak az volt a lényege, hogy 1942-ben, amikor arról tárgyaltak német katonai vezetők, illetve német politikusok Magyarországon, hogy Magyarország minél nagyobb erővel induljon be, vagy vegyen részt a háborúba, akkor Szombathelyi Ferenc a honvédvezérkar főnöke gyaníthatóan arra is gondolt, amikor úgy fogalmazott már, mint erre a programra, hogy a Magyar Királyi Honvédség 1943-1944-re lenne olyan felkészült állapotban, hogy egy ilyen nagy háborúban, ami a Szovjetunió ellen folyik, részt vehessen, vagy résztvevője lehessen, pontosabban olyan nagy erőkkel, amit elvárnak tőle.
Tehát ez már egy másik történet. Mennyit tud valójában a történelemről? Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékban. Érdekelné, hogy mit tud a középkori magyar királyságról? Vagy a reformkor és a szabadságharc történetéről? Tudná a helyes választ, hogy melyik középkori csatában harcolt a legnagyobb magyar hadsereg? Vagy hogy mikortól lett hivatalos nyelv a magyar? Kattintson a Rubikon Próba weboldalára és tesztelje tudását. Rubikon-próba.com